Furcsa, bukás, tovább pörgő kerekekkel a spanyol országúti kerékpáros klasszikusan a Vuelta-n felvetődött a gyanú, hogy motoros rásegítés doppingolhat egyes versenyzőket. Amiből annyi bizonyosan igaz, hogy a rejtett motor a bicikliben éppen egy magyar találmány, amelynek működését és a csalás lehetőségeit is áttekintjük a bikemac.hu szakportát főszerkesztő Takács, hogy a vendégünk, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tamás, mit gondol, egy bicikli Tiszta volt idén ez a Vuelta? Most persze ez a tisztaság, meg az országoti kerékpározás, ezt most akkor technikai értelemben nézzük. Most nem doping labort akarunk működni. Jó, hát technikai értelemben. Először is szeretné azt hinni az ember, hogy hogy tiszta volt, viszont ugye nyilván nem tudom, hogy most bejátszátok e vagy hogyha az interneten rákeres valaki, akkor láthatja ezt a videót, hát egy elég furcsa pályát írt le az a kerékpár a lejtőn. Tehát Igen, a... arról beszélünk, hogy, a, a, hogy mindenki értse, hogy a kerékpáros egy kanyarban elesett, és ezek után fura módon az eldőlt kerékpárnak, hát ugyanan tempóban sebesen pörgött a kereke. Igen, na most ez ugye ideig még nem lenne meglepetés, mert ugye, hogyha elesik az ember, akkor mozdulat úgy a, a, kerékpár, ha például nem él le a talajhoz, hogy, hogy tovább forog a hátsó kereke, de hogyha megnézitek ezt a, a bringát, ez egy nagyon könnyű karbonfelnés kerék, aminek ugye a perdülete nem, nem, kép, tehát nem, képvisel akkora erőt, hogy, hogy az egy ekkora testet sokáig tovább mozgasson. Uh -huh. Tehát, hogyha ez, ez, érintkezik a talajjal, akkor így, na, tehát Másodperc alatt, vagy nagyon rövid idő alatt megáll. Most ezt uh, itt a stúdióban nem tudjuk teljesen lemodellezni, de hogyha, ha érdekel, akkor csak simán az, hogy uh, Na, hogyha ő, beforgatjuk, be mennyi idő alatt áll meg. Igen, most azért az egy elég nagy sebességgel beforgat. Most minden. ezt így leteszem, akkor ez így Aha. elindul egy kicsit, Aha. de nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy most teljes sebességével tovább és. Tehát benned tehát, tehát benne itt a féle bukás kapcsán van kétség. De arról beszélünk, hogy egyébként volt itt egy vizsgálat is, igaz, hogy öt nappal később, és ki tudja, hogy milyen kerékpárt mutattak, az a vizsgálat semmit nem állapított meg. A gyanú az, hogy valamilyen motoros elrejtett rásegítés lehetett a kerékpárban. Neked mit súg a Őszinte leszek, én, a, én biztosan nem tudok ebben állást foglalni. Mm -hmm. Tehát pont azért, mert ugye egyrészt azért, mert ahogy az előbb is mondtam, ez egy nagyon könnyű test, és tehát nincs ennek a keréknek nagy perdülete ahhoz, hogy, hogy tovább mozgasson tárgyakat, de maga az egész kerékpár is egy, egy nagyon könnyű szerkezet. És, és ugye, amikor a kiserő mozgat egy, egy kis testet, akkor, akkor olyan körülmények, mint mint mondjuk a szél vagy a, a lejtő, ilyen elég furcsa dolgok történhetnek. Tehát, még annak ellenére is, hogy hogy én, tehát megint csak a saját véleményem, nem látom életszerűnek azt a mozgást, ami, ami, ami ott a történt. A mozgás maga, ami ott történt, az neked is nagyon furcsa. Az, az nagyon furcsa, de ugyanakkor nem foglalnék állást, hogy, hogy ez egy motor volt. Főleg azért, mert, mert azért ez egy nagyon kockázatos dolog, és a másik dolog, hogy, hogy, egy olyan csapat versenyzőjével történt, akik konkrétan a, a legnagyobb élharcosai a, a, tiszta sportolásnak és a, a doping ellenes küzdelemnek. Jó, 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 ilyet már látjuk. azért. <laughs> nyilván e, látunk, látunk már karun vajút, de e, én megmondom őszintén, hogy szeretném azt hinni, hogy ez, ez csak egy, egy furcsa Na, jó a fizikának a, gondol, mert, a tréfája volt. Mert, mert hogy, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a, hogy a világában végül is el tudják képzelni, hogy annyira nem életszerűtlen, hogy a Garmin csapatfőnöke nek a Twitter kommentárja az úgy szólt, hogy keresteti kerékpárszerelő villamosmérnöki doktorátussal és vagy sugárhajtással kapcsolatos is, ismeretekkel szigorúan bizalmas munkára folyékony kanadai Ez Ezt a lehet poénkodni, de de azt nem zárhatjuk ki, azt gondolom, hogy ilyen jellegű kísérletezések folynak a kerékspársport. Igen, tehát azt tudni kell, a, ő a Jonathan Waters volt a, a Garmin csapat főnöke, aki, aki híres arról, hogy, hogy nagyon tehát első pillanatban megvédi a, a kerékpárosait, és, nagyon komolyan kiáll mellettük. Ez nekem is nagyon furcsa volt, hogy, hogy így egy kicsit kényszeredetten elviccelte a dolgot, uh -huh. és hát a csapatból többen ugye a következő napokon, amikor kijött ez a videó, egy kicsit ilyen előltetett humorral próbálták elejét venni a vádoknak. Megint csak szerintem konkrétan a Hesszédál esetét nem fogjuk már kideríteni, de, de ez rámutat egyben arra is, hogy hogyha ha ilyen módon csalnának a kerékpársportban, az, az azért egy teljesen más kategória, mint a, a, ugye a kémiai doping, mert onnantól kezdve, hogyha ha te így csalsz, tehát beépítesz egy kis kütyüt, és, és azzal párszor rásegítesz a szakasz közben, onnantól kezdve, hogy azt a bringát te szakasz után letetted, onnantól kezdve nincsen lebukás veszélye, mert akár elégetheted vagy összetörheted a motort. Nyilván, hogyha doppingolsz, mint ugye látjuk is, számtalan példa volt erre a múltban. Ezeket a mintákat elrakják több évvel előre, hát ugye a vadának volt most pont, ha jól emlékszem, tavaly egy egy olyan törekvése, hogy, hogy ugye 7 év utáni mintáknak Igen, a, az meg... újra vizsgálata, uh -huh. Na most, most ezzel nincs benne ez a kockázat. Nyilván, hogyha ha te kitalálsz most egy, egy teljesen új doping metódust, és, és, azt négy év múlva ö, teljesen egyszerűen ö, ki tudják mutatni, akkor, akkor elkezdhetsz félni, hogy, hogy gyakorlatilag majd egy bizonyos idő eltelte után te megbuksz. Uh -huh. Ugye volt az Armstrongnak az esete is, aki, aki, aki nem bukott meg, de, de hát mégis uh, uh, tudjuk, hogy, hogy régi mintáit, uh, uh, gyan, tehát gyanúsítás Igen. szintjeig eljutott a dolog, és aztán ugye a tanúvallomások alapján messzelték el. bocsás, meg, azt mondnak Tamás, hogy szerinted uh, milyen, mennyire jár gyerekcipőbe és mennyire uh, erőteljes az a, az a kísérletezés, az a gondolkodás, meg az a fejlesztés, ami a kerékpárokkal kapcsolatban ezt a motoros rásegítést illeti, mert arra utaltunk, hogy bizony itt a, a, a magyar kreativitás és koponya szintén feltűnik. Na hát itt ebből a szempontból egyszerű megközelíteni a kérdést, mert ugye a Vajas István az eu on most mutatta be pár hete a, a fejlesztését ami tulajdonképpen forradalmasíthatja az elektromos kerékpárokat, hiszen egy, egy gyakorlatilag másfél kiló hozzáadással egy, egy, olyan rásegítést tud szerelni egy kerékpárba, amit, amit jelen pillanatban kb. 20 kilós bringáknál élnek el. Tehát most itt, ha, ha összehasonlítjuk egy ilyen országúti kerékpár, mondjuk 7 kg, hozzáadjuk a másfelet, lesz mondjuk és fél, és ez, ez, olyan sebességre, olyan rásegítésre képes, mint, mint egy 20 kilós monstrum. Ez nem visz téged passzívan, hanem tekerni kell, és közben így érdemes van, bizonyos szakaszokon plusz erőt kölcsönözni a Így motorból. van, tehát ez amikor egy, egy, bizonyos fordulaton már forog a hajtókkal, akkor tudod bekapcsolni. Amit, a, amit az István bemutatott az Eurobike-on, az, az tulajdonképpen egy, egy külső akkumulátoros uh, rendszer, de hát ezt uh, nyilván uh, találkoztunk már olyannal, amit, uh, amit meg tudnak oldani vázon belül. Uh, ami érdekes egyébként, és ő elmondta, hogy uh, most ez csak így teoretikusan, hogy ugye itt egy 250 wattos uh, rásegítésről beszélünk az ő, ő fejlesztésénél. Na most ez, hogyha ha például a saját, uh, én kipróbáltam ezt a bringát, uh, én, aki most per pillanat mondjuk egy egy ilyen kicsit túlsúlyosabb párosnak számítok, képes vagyok olyan sebességre hegyen fölfelé, ami abszolút a, a protó szint. Az mi? Hát ez a, a Nibali Contador. Tehát a, a, tehát lenyom... a lenyomott Contadort, hogyha... Ö, elképzelhető, hogy ezzel hosszú távon lenyomnám. Tehát mondjuk egy időfutamon biztos, hogy lenyomnám. Aha. Na most innentől kezdve uh, könnyen el lehet képzelni, hogy, hogy, egy profi szinten, mondjuk egy Nibali vagy egy kontador között nem kell 250 watt, hogy különbséget képezzen, hanem, hanem elég egy 40-50 watt is, mert ők uh, mondjuk folyamatos teljesítményüket, ha nézzük hegyen, akkor mondjuk ilyen 400-500 watttal tekelnek, és hogyha ha támadás... megfelelő pillanatokban egy kis rásegítés. Uh, így van, tehát uh, hogyha mondjuk tud egy uh, egy Nibali 460 wattot, most csak, ez csak teoretikusan, a Contador a meg 480-at, akkor el lehet képzelni, hogy, hogy mondjuk egy 40-60 watt milyen különbséget képez. Na most egy olyan motort, meg egy olyan szerkezetet, egyébként ezt megint csak szögezzük le, hogy amiről itt beszélünk, tehát amit az István bemutatott az eurobike az egy gyakorlatilag egy sorozatgyártás élet dolog. Uh -huh. Ehhez képest sokkal kisebb méretben és, és más működési ellen egy sokkal kisebb szerkezet is tudja produkálni azt a mondjuk 40-60 wattot, ami ehhez kell. Hát uh, Tamás, köszönöm szépen, nagyon sok mindent megvilágítottál, minden esetre kétkedjünk, van okunk Ö, nyilván kétkedni, mindig van okunk. Igen, igen, meg hát figyeljük ö, ezt a, a magyar találmányt, ö, hogy mire fogja vinni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Köszönöm.